Nagy változást nem történt a tavalyihoz képest a HVG összesített egyetemi rangsorában, melynek összeállításakor olyan szempontokat vettek figyelembe, mint az első helyes jelentkezők száma, a felvett hallgatók pontátlaga, a nyelvvizsgával felvettek aránya, a középiskolai versenyeken szerzett helyezések száma, valamint az oktatói kiválóság publikációk aránya. A dobogó legfelső fokáról letaszíthatatlan az ELTE, második a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, harmadik pedig a Debreceni Egyetem. Az Óbudai Egyetem a 15. helyre került az országos ranglistában. Az Óbudai Egyetem az utóbbi években kiemelkedően figyelmet fordított az egyetem fejlesztésére, mind kutatási területen, mind oktatási területen, és nagyon-nagyon intenzív a nemzetközi fejlődés, az ipari kapcsolatoknak az erősödése, ami mind-mind szempont ezekben a rangsorokban. És akkor a HVG rangsor mellett ugye kiemelten szerepel az Óbudai Egyetem a Higher Education Ranking nemzetközi ranglistáján. Ezen a ranglistán a világ legjobb 4%-át tömörítő elit egyetemek szerepelnek. Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karára közel 250 hallgatót várnak. A legnépszerűbb szakok jelenleg a mérnök-informatikus alapszak és a földmérő-földrendező mérnöki alapszak, valamint a Keleti Károly Gazdasági Kar gazdálkodás-menedzsment képzése. Összesen 6 alapszak és 4 mesterszak indul. A sportközgazdász mesterszak most már az Óbudai Egyetemen indul, immár másodszor. Ide várjuk a jelentkezőket, ez is egy nagyon népszerű szak, illetve nagyon sok új mesterképzésünk indult, tehát eddig volt több alapképzés, és most újdonság a geoinformatika mesterszak, mérnök informatikus mesterszakon is indul, nem csak alapszakon, illetve továbbra is a mehatronika mesterszakra is lehet jelentkezni. Azok, akik idén jelentkeznek a felsőoktatásba, több fontos változással találkoznak az érettségi során. Például a középszintű magyar érettségének része lesz egy olyan feladatlap, ami egyfajta műveltségi teszthez fog hasonlítani. Ebben előkerülnek memoriterek, de a kötelező olvasmányok is. Természettudományos tárgyak esetében is lesz némi változás. Az eddigi gyakorlati vizsgafeladatok helyett ugyanis a diákok saját kutatás alapján tanévközben összeállított projektmunkát is választhatnak, amit a diplomamunkához hasonlóan kell majd megvédeniük az érettségén.